Rektorjelöltet választott a Nyíregyházi Főiskola szenátusa. A jelölt a miniszterelnök kinevezését követően 3 évre kap rektori megbízást az intézmény irányítására. A vezetőtestület döntésének értelmében dr. Habil Onder Csabát terjeszti fel rektorjelöltként az intézmény vezetése a fenntartó felé. A Nyíregyházi Főiskola nyár elején megüresedett rektori székébe választott jelöltet az intézmény szenátusa október 13-án. A posztra 3 jelölt adta be érvényes pályázatát, dr. Habil Onder Csaba, dr. Habil Pető József és dr. Sikolya László, mindhárman az intézmény oktatói. A szenátus minősített többséggel 9 szavazattal Onder Csabát választotta rektorjelöltjének, őt terjeszti fel az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint fenntartó felé. A hivatalos rektorjelölt pályázatában kiemelte, a 2016. január 1-től felálló Nyíregyházi Egyetemnek meg kell szolgálnia a belévetett bizalmat, élnie kell lehetőségeivel, hogy tartalmában is valódi alkalmazott tudományok egyetemként tölthesse be meghatározó szerepét a régió felsőoktatásában, kielégítve az ágazatirányítást és az itt élők elvárásait, mind a képzések, mind a kutatásfejlesztés és innováció terén. Dr. Onder Csaba a fenntartói jóváhagyást követően a miniszterelnöktől veheti majd át megbízó levelét, előreláthatóan december 20-ától lehet a Nyíregyházi Főiskola rektora. Köszöntöm stúdiónkban dr. Habil Onder Csabát, a Nyíregyházi Főiskola rektor jelöltjét. Én szívesen megelőlegezném a rektor úr megszólítást, de ezt azért hagyjuk még meg december 20-a után, úgyhogy egyelőre maradjunk a tanár úr szólításnál. Elsőként azt kérdezném, hogy ítéli meg, hogy vajon mik voltak a pályázatának azok az elemei, azok a pillérei, amelyekkel meg tudta nyerni a szenátust? Én azt gondolom, hogy talán pontosabb volt a prognózisom, és ambiciózusabb volt az a jövőkép, amit felvázoltam az intézmény számára. Tavasszal volt egy eredménytelen forduló rektorválasztás tekintetében. Az azóta eltelt időszak ugyanakkor azt látszik igazolni, amit már akkor is képviseltem, hogy a Nyíregyházi Főiskolának egyetlen egy jövőbe vezető útja van, ez az Alkalmazott Tudományok Egyeteme cím elérése. Én tavasszal ezzel a mondattal fejeztem be a rektorjelölti bemutatkozásomat. Roppant örülök annak, hogy ez valósággá válik várhatóan jövő év január 1-től. Hogyan fog tudni beilleszkedni a Nyíregyházi Főiskola, illetve hamarosan most már Nyíregyházi Egyetem a magyar felsőoktatás rendszerébe és abba a stratégiába, amit a felsőoktatásban tapasztalhatunk? 2014-ben alkotta meg a felsőoktatási államtitkársága fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégiáját, amiről azt gondolom, hogy hosszú idő után egy olyan komplex stratégia, ami végre tényleg kiszámítható, tervezhető jövőképet biztosít az egyes felsőoktatási intézményeknek. Ez az elképzelés, ami azóta egyébként már átfordult a törvények szintjére, és elkezdődött a végrehajtása, tehát valóságá vált. Ez az Észak-Alföldi régióban egy nagy tudományegyetemmel számolt, ugye ez a Debreceni Egyetem, illetve egy alkalmazott tudományok egyetemével vagy főiskolájával. Na most ez a kérdés is eldőlt, most már világos, hogy Debrecen társa itt a régióban a Nyíregyházi Egyetem lesz, mint alkalmazott tudományok egyeteme. Bocsánat, hogy félbeszakítom, de talán tisztázunk, nem biztos, hogy mindenki tisztában van az, hogy mit jelent az, hogy alkalmazott tudományok. Hát nagyon egyszerűen fogalmazva, az elméletet átültetjük a gyakorlatba, a mindennapokba, a hétköznapokba. Nagyon egyszerű példával ilyen a tanárképzés. Tehát az intézményünk egyik korábbi fő profiljáról van szó, a jövőben is a tanárképzés, illetve a mérnökképzés lesz a feladatunk. Tanárembereket képzünk, ők megkapják a disziplinák szerinti elméleti képzésüket, matematikából, vagy éppen énekzenéből, ugyanakkor megtanítjuk őket arra, hogy hogyan tanítsanak majd mondjuk általános, vagy éppen középiskolás gyerekeket. Tehát konkrét gyakorlati ismereteket kívánunk számukra átadni. Különösen a műszaki tudományokra gondolva, én azt gondolom, hogy nagyon nagy hatása lehet a gazdaság fejlesztésre ennek az új egyetemnek. Hogyan képzeli el ezt? Nagy szerepet játszanak a felsőoktatási intézmények az adott régióban, így a Nyíregyházi
egyetem. Hagy előlegezzen meg magunknak ezt a címet. A parlament döntésére várunk még, de nagyon remélem, hogy ez bekövetkezik. Itt a megyében a nagyvállalatok innovációs kapacitásának a fejlesztésében játszhat szerepet az intézmény. Ezt egyébként korábban is betöltötte, még szorosabbra kívánjuk vonni az együttműködést, sokkal jobban figyelve arra, hogy mire van szüksége egyrészt az itt élőknek, az itteni társadalomnak, illetve az itt működő kis és közép, illetve nagy vállalatoknak. És van egy új képzési forma, ezt úgy hívják, hogy duális képzés, tehát kettős képzés. Ennek a lényege az, hogy eme képzésre fölvett hallgató az ideje egyik felét az intézményükben tölti tanulással, ugyanakkor már dolgozik is egy cégnél, amelyel szerződésben áll az intézmény, és ott már rögtön a gyakorlatba tudja alkalmazni mindazt, amit tanult, és viszont a műszaki képzés, illetve a gazdasági képzés területén fogunk duális képzéseket indítani a közeljövőben. Azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van abban, hogy még korábban kikerült egy friss diplomás, akkor az egyetemen, főiskolán megszerzett tudását nem nagyon tudta a gyakorlatra lefordítani. Ez egy külön tanulási idő volt, és ezt nem minden vállalat engedheti meg magának, hogy ezt a képzést felvállalja. Így viszont ezzel a duális képzéssel ez megoldódhat. Igen, ez egy nagyon új fajta képzés Magyarországon. Úgy tűnik, hogy van rá igény, mert nagyon életszerű, jó a hallgatóknak is, mert közvetlen gyakorlati tapasztalatokat szereznek, jó a vállalatoknak is, mert tulajdonképpen a minőségi munkaerő képzésbe ők már rögtön a kezdetektől fogva beleszólhatnak. Tehát olyan munkaerő fog létrejönni, amire nekik szükségük van. Ez a nagyszabású stratégia milyen hatással lesz egyrészt a hallgatói létszámra, másrészt a humán erőforrásra? Hát nagyon remélem, hogy pozitív hatással lesz, hát ezen dolgozunk. A kapacitásainkban bőven belefér még, hogy növekedjen a hallgatói létszám, amely azon visszaesett az utóbbi években. Több oka van ennek, ezt most nem kívánnám részletezni. És nagyon remélem, hogy tényleg egyetemként tudjuk majd megállni a helyünket. Nem tudományegyetemként, hiszen nem rendelkezünk olyan erőforrásokkal, olyan humán erőforrással sem, mint egy tudományegyetem. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az egyetemi lét az egyfajta szemléletváltást is megkíván mindenkitől. Szerintem megengedhetetlen az, hogy a jövőben egyetemnek hívott főiskola maradjunk. Tehát a változásnak a fejekben is, ha úgy tetszik, végig kell, be kell következnie. Milyen fontosabb operatív döntések szükségesek elsőként, ha majd rektorként beiktatják? Ugye tegnap történt ez a választás, ma már dolgozni kell. Tehát nincs megállás. December közepéig el kell fogadnunk azt az intézményfejlesztési stratégiát, ami 2020-ig nagyon konkrétan megfogalmazza, hogy milyen képzési, stratégiai képzési feladataink vannak, a kutatásfejlesztés innováció terén mit akarunk elérni, a társadalmi missziónkat hogyan teljesítjük. Úgyhogy ez nagyon hamar a gyakorlatba fog átváltani. Ami nagyon fontos számunkra, néhány éve megszűntek a karok a főiskolán. Én nagyon szeretném, hogyha minél előbb új egyetemi karokat tudnánk felállítani, lehetőleg január 1-től. Tanár úr, én gratulálok, és sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen.